Hát most tökök? Nem tök jó. Tök jó. Én, te hozzak még egy tököt? Nem kell is, jó? Mert addig ülni foglald el magad. Én elfoglalom magamat, mi hozunk tököt, és hogyha egy gonosz kérdésem lehet, ő micsoda? Nekünk egy tök elég? Ennyi tök elég? Ő a szerintem. Ő a szerintem. Ez se jól van, de... Ez az a hús, ami nem hús. Igen, ez az a hús, ami nem. Miért ez hús? Nem. Jó hús. Jó, nem, mert ez egy igazi tök. Tehát most ünnepélyes keretek között megnézhetitek, hogy jó-e még a bele, jó? Tehát itt van már jó a nézők, de ide rakom, hogyha nem elég a tök, akkor a biókajában jó legyen, jó? Az na, jelbió, igen, ez lett volna az én kérdésem is, hogy ott elkezdtük, hogy gyakorlatilag a nézőknek mondjuk el, hogy a bió szótól nem kell megrémülni. Tehát mitől bió a bió? A bió lényegében, hát a biotermesztésnek rettentő szigorú feltételei vannak. Azt jelenti, hogy semmiféle kemikáliát nem használnak. Nagy vonalakban az a lényeg, hogy természetes módon termesztett zöldségek, növényekről van szó. Ezt nem szabad összekeverni a reformkonyhával. A reformkonyha az bio alapanyagokból dolgozik, de nagyon sok más szempontot is figyelembe vesz. Például az, hogy melyik alapanyagot melyikkel lehet keverni, melyiket nem lehet mondjuk csak magában enni, mint például azt kevesen tudják, hogy a paradicsomot nem igazán ildomos mással együtt fogyasztani, mert úgy viselkedik a gyomorban, mint a gyümölcsök, tehát ilyen savas erjedésbe kezd nagyon hirtelen. Ezért például mi az étteremben egyáltalán nem használunk paradicsomot. Magában rettentő egészséges. Mivel válogatunk össze? Tehát, hogy igazán nem értem a különbséget a vegetarianizmus meg a biókaják között. A vegetarianizmus azt mondja, hogy nem eszik húst. Mi azt mondjuk, hogy eszünk a biónál? A bió az az alapanyagok. A reform az pedig azt jelenti, hogy milyen módon készítjük el az ételeket. Ennek rettentő sok ágazata van természetesen. Reformkonyhában lehet hús, nyugodtan. Mondjuk általában a disznóhúst vagy a pörös húsokat azért nem részesítik előnyben, de van, aki halat vagy szárnyasokat használ. Mi nem használunk semmilyen állati eredetű. Mi tejterméket sem használunk, semmiféle állati eredetű alapanyagot nem használunk, ezzel leegyszerűsítjük a dolgot. Nagyon sokan allergiásak, vagy nehezen emésztik, vagy valamilyen vallási meggyőződésből, vagy filozófiai meggyőződésből nem fogyasztanak el adott eredeti dolgokat. A mi éttermünk végül is erre szakosodott. Nézzük, hogy most mi készül itt. Ez éppen boróka. Ez lesz a szeljtán megsütve, ez van a palacsinta masszában, amiben van boróka, só és bors. Na, a palacsinta masszában azért egy gyors kérdés akkor, hogyha ugye nem használtok tejterméket, nem, mivel helyettesíthető? Tehát ugye se tojás, se tejtermék. Kérdezem ezt tényleg mindig odajárunk. Akkor gyorsan elmondom, hogy a tejet szójatejjel váltjuk ki. A lisztet, nullás lisztet nem használunk, csak tönkölybúza lisztet. A tönköly az egy ősi magyar búzafajta, abból is lehetőleg teljes kérdésű lisztet használunk. Tehát gyakorlatilag senkinek nem kell aggódni, aki mondjuk nem eszik tejterméket, mert minden mindennel helyettesíthető, hogyha jól sejtem. Hát mindennek megvan a helyettesítője. És mi lesz a neve ennek a tökből és borokából készülő valami palacsintaszerűnek? Bocsánat, egyet tudom, hogy a szeljtánt esetleg az nem egy közismert dolog, ez búzahúsnak is hívják magyarul. Ez egy keletről érkezett étel. Ez semmi más, mint ezt a teljes kérdésű tönkölyi lisztet átmossuk vízzel, sokszor meggyúrjuk, és abból kimosunk belőle nagyon sok minden keményítőket, és marad egy nagyon magas fehérje tartalmú massza, egy gumiszerű massza, amit lehet sütni, főzni, ízesíteni tetszés szerint, és a állagában nagyon hasonlít a húsra. Tehát mi lesz most ebből? Borokában pálcolt szeljtán érmesítő tökös kuliszkával. Húha, jó. És szerintem csak is olajjal dolgozunk. Hidegen sajtolt olajjal. Rendben van. Valami akkor bele kell kezdeni nagyon, hogy a végén jó tudjunk enni. Mert Móninak halom, hogy korog a gyomra. Nekem már nagyon, és én annyira készültem erre. És akkor most sziasztok, lányok! Hello, sziasztok, fiúk! Hello! Thank you.